Győzelemmel folytatta szereplését a Mentó Kupán a Panergy Miskolci Vízilabda Klub. A 9. alkalommal megrendezett U16-os utánpótlás vízilabda torna második napján már egy egészen más mérkőzést játszottak a miskolci fiatalok, akik a szorosabb eredményt hozó első félidő után magabiztos játékkal nagy arányban győzték le székesfehérvári ellenfelüket. Az U16-os korosztály számára rendezett Mentó Kupa második napján a fehér sapkában látható miskolci együttes ilyen látványos és okos gólokat ért el a fehérvári VS ellen, de ennek ellenére az első félidő még kiegyenlített játékot és eredményt hozott. A második félidőt ez a vendégkapufa vezette be, ami egy varázsütésre, de beindította a házigazdák játékát is. Ugyanis a Miskolc-Tapolcai medencében a második félidőben már dominálták a játékot Popovics Miklós edző tanítványai, ami a harmadik negyedben már 5 gólos vezetést eredményezett. Hosszú percekig nem tudtak viszont gólt dobni a sötét sapkások, és a mindkét kapu előtt jobb teljesítmény nyújtó miskolci U16-os csapat állandósította 4-5 gólos előnyét a mérkőzésen. A nagyszünet után bemutatott miskolci váltást a játékban nem tudta követni az ellenfél, így pedig magabiztos hazai siker lett a vége. Panergy Miskolci Vízilabda Klub fehérvári VS-e 15-9. Nagyon egyedileg játszottunk, és hát nagyon egy-egybe játszottak ők a miskolciak, és nagyon szétvártunk védekezésben, nagyon megálltak minket, meg kell mondanom. És hát nem tudtunk visszamenni offenszben, és nem tudunk a gólokat lőni se, és csak szétvettek minket a védekezésben. Leengedett és lassan indult be a csapat, de kaptunk egy kis fejmosást, ami hatott. Kezdte értékelését a házigazda csapatban jó teljesítmény nyújtó Lövei Máté. Most inkább a zónát gyakoroltuk, a tegnapi nap inkább a szorosra kimentünk, az nem nagyon ment. Most a szoros a zóna az jól ment, és annyi volt a kérdés, hogy a 2-3-4-es zónát gyakoroljuk, és jól is sikerült szerintem. A Miskolc-Tapolcai strandfürdőben rendezett Mentó Kupa U16-os vízilabda torna pénteken is folytatódik. A záró napon 10 óra 30-kor kezdődik a program, a miskolci csapat Nagyvárad elleni záró mérkőzése pedig 11 óra 45-kor, ezek után a díjátadót pedig 13 órakor tartják majd.